tisztelt és kedves hölgyeim és uraim, professzorok, professzorasszonyok, tanárok, diákok, mindenkit szeretettel köszöntök. Szombaton régi iskolámban voltam, a piaristai öregdiákok iskolájában, és Pálinkás József, a Tudományos Akadémia egykori iskolatársunk tartott előadást. Előzőleg úgy volt, hogy a tudomány és a közéletiségről fog valamit mondani, aztán megállapodtunk abban, hogy valami könnyebb témát hozzon elő, mert ha bele mélyed itt a fizikus dolgokba, nem biztos, hogy mindenkit érdekelni fog, arról nem is beszél, vagy talán mindenki nem is érti. Ezért ezt a tapasztalatot felhasználva elmondom, hogy amiről én is most szólok, az egy nagyon aktuális időszerű kérdés, de nem fogok teljesen ragaszkodni a leírt anyaghoz, de hogy készültem, az majd abból is kitetszik, hogyha kell, a főiskola e-mailjére a pontos tanulmányt odaadom, illetve már most is egy tanulmányt adok belőle. Viszont úgy gondolom, hogy itt annyi sok fiatal van, és az élethez is kell szólni, ezért legyen szabad elengednem egy kicsit attól a leírt dolgoktól magamat, amit előzőleg a Tudomány napi alkalmából a Tomori Pál főiskola számára készítettem. A fiatalok békére nevelése, ez a mostani előadásomnak a témája. Mondanom sem kell, hogy óriási időszerűsége van, mert ahogy a Duna TV-nek is nyilatkoztam, a konfliktusok ott vannak az óvodában, iskolában, és ott vannak a világban. A nagyokos emberek sem tudják megoldani a világ békés vezetését, hiszen nap mint nap erről hallunk, hogy háborúk vannak, terrorizmus és emberi öldöklés. Nem is olyan rég, körülbelül egy hete, a Kossuth Rádió délelőtti műsora foglalkozott az iskolai és gyermek erőszakkal, és ezzel kapcsolatosan elmondták, hogy volt egy dráma pedagógiai konferencia. Ugyanis mindaz, ami köztünk konfliktust jelent, az erősen drámai dolog. Én hozzátenném, hogy olykor már tragikus is. Hogy mit lehet csinálni, föltették a kérdést az iskolai agresszióval, hiszen már az óvodában elkezdődik. Látjuk azt, mondják az óvónők, hogy ezelőtt 30-40 éve ugye a fiú gyerekek úgy hát összeverekedtek, vagy lögdösték egymást, a leányok úgy maximum meghúzgálták egymás saját, de ott vagyunk már, hogy komoly testi sértést okoznak egymásnak már a óvodáskorú gyerekek is, és a leányok is, tehát e tekintetben a gender program már tökéletes. Tehát itt már nincs különbség, lehetne mondani. És a pedagógusok azt érzik, hogy eszköztelenek. Ők is segítségre szorulnak, és ők is félnek ebben a világban. Nem beszélve arról, hogy nincs tekintélyük a pedagógusoknak. Ezt mindenki elmondja velem egykorú emberek közül, hogy ha valami rossz fát tettünk a tűzre az iskolába, és ezért feddést, ne adj Isten egy pofont is, vagy egy körmöst kaptunk, nem mertük megmondani otthon. Mert a következménye az volt, hogy kaptuk a másikat. Mert biztos igaza volt a tanítónak, vagy tanítónéninek. Most az van, hogy bemegy a szülő, se szó, se beszéd, esetleg lekever egy pofont magának a tanítónak. Mit mondanak az agresszió kutatók? Mert most már mindent kell kutatni. Az agresszió kutatók azt mondják, hogy hát az agresszív gyerekeket nem biztos, hogy szép szóval, toleranciával lehet nevelni, hanem viszont agresszióval. Hogy érezze meg, ezt agresszió kutató mondta, hogy én erősebb vagyok. Tehát elmondta egy tanár azt, hogy annyira helytelenkedett ott a gyerek az órán, nem tudott mit csinálni, jó erős férfi volt, megfogta a nyakánál fogva, felütette a szekrény tetejére a gyereket, az megszeppent, és onnétől kezdve csendbe volt. De hát azt tudjuk azt, hogy azért ez nem mindig megoldás, hiszen lehet, hogy az a nagy gyerek aztán ő maga is visszaüt és visszatámad. És az agresszív gyerekek örökségként hozzák magukkal szinte ezt a
képességet már, illetve ezt a tulajdonságot. Kalocsa városában nem csak fegyház van, női börtön, hanem fiú börtön is van, azt lehet mondani, bár nevelő intézetnek csomagoljuk be, de valójában ez egy belépő jegy a felnőtt börtönbe. Időnként az egyik pap kollégám elkéri őket társadalmi munkára, legutóbb is ott voltak, hát úgy figyelgettem őket, megmagyarázhatatlan agressziók vannak. Tehát segítettek ott a fa hordásában, és akkor, tudom én, az egyik leterítette a tőkére a kabátját, a másik se szó, se beszéd, azzal a kisbaltával, amivel vágta a gajakat, szétvágta a kabátját. Tehát miért csinálod? Csak. Tehát megmagyarázhatatlan, mert régen mondjuk a kocsmai legények valamit megindokoltak, hogy miért teszik, ugye, mert anyázott, vagy valamit mondott, de itt nincs magyarázat az agresszióra. És ugye vannak problémák, amiket nem tudunk megoldani. Pilinszky, hát ismertük őt, egy nagyon evangéliumi lelkű költő volt, azt mondja, nincs itt más, mint tragédia és irgalom. Tehát ő magával hordozta azt az élményét, hogy egyrészt az apáca nővére az a rossz lányoknak az iskolájába volt Rákospalotán. Bizonyos verseit úgy kell sifrírozni, hogy mit akar jelenteni, amikor egy-egy ilyen utcalány, aki ott van, milyen verseket írt, ő ott látta már ott is ezeket a fiatal lányokat, illetve hát megírta a legnagyobb tragédiát, ugye a háború alatt a lágereknek a világát, azt mondja, van a tragédia, és van az irgalom. Na most az iskolában beszélünk nem csak fizikai agresszióról, hanem verbális agresszióról, ami annyit jelent, hogy egy gyereket, egy embert már a szóval is tönkre lehet tenni, ugye a szó fegyelmezés, erről is majd szeretnék szólni, hogy az is hozzátartozik a konfliktusok megoldásához. Hogyha a gyereknek azt mondják mindig, hogy te most elnézést, de az ő szóhasználatukat kell mondom, hogy te most kussoljál. És ő neki nem lehet szava semmiféle dologban, és ez a gyerek úgy éri meg azt, hogy ő állandóan támadások tüzében van. Na most be kell leavatkozni, vagy sem, vagy hagyjuk azt, hogy hát majd megoldódnak a dolgok. Viszont azt mondják a dráma pedagógia kutatói, hogy azok válnak áldozattá, akiknek rendkívül alacsony az önértékelésük. Mert őt mindig ilyen kisebbségi helyzetbe hozták azáltal, hogy leminősítették. És aztán egy idő után betelik a pohár, és agresszívá válik. Tehát cél nem az, hogy egy ilyen viszont agresszióra biztassuk őket, hanem először is az, hogy megértsük, és valamit tudjunk kezdeni ezzel az életmóddal. Az iskola pedagógia az most már felsorolja a pszichológusokat, a szociális munkásokat, a védőnőket, és így tovább, de eddig mostanság nem kerültek szóba mondjuk a etika, vagy a hitoktató tanárok. Hála Istennek, hogy most már ez programmá válik, hogy ha nem hitoktatás, akkor etika. Talán érdemes ezt a árnyalati különbséget megtenni, mert végül is a cél mindig ugyanaz, hogy a szeretett civilizáció, egy emberi világ alakuljék ki, amíg az etika a természetes ész fényénél, amire rájön az ember normálisan, hogy mi az a jó és mi az a rossz, amit meg kell tennünk, addig a hitoktatásban a Biblia a kinyilatkoztatott tanítás alapján adják meg ezt az útmutatást a fiataloknak. Én, mint teológus is hozzáteszem, hogy az az ész, amivel én ezt fölismerem, hogy mit kell tennem, ez is isteni eredetű. Hiszen a szívünkben van írva a törvény. És ez már nagyon messzire vinne, hogy a természet törvénynek el nem fogadása az nagyon sok gondot okoz ebben a világban. Mert abban a pillanatban, amikor elfogadjuk, akkor nem kell néznünk nekünk az állami jogrendszereket, hogy mit mond, hanem arra
közös nevezőre kell menni, amit az emberség jelent. Egyébként a Nürnbergi perbe pontosan erre utaltak, hogy önök vagy maguk olyan bestiális dolgokat követtek el, amit az emberség a lelkiismeret alapján se szabad lett volna megtenni. Tehát ne hivatkozzanak arra, hogy parancsra tettem. Igen ám, de ha én egyszer azt mondom, hogy van a lelkiismeretnek egy olyan érzéke, ami a jó és rossz között különbséget tud tenni, akkor nem csak ezekre az esetekre vonatkozik, hanem mindig. És honnét van ez? Mint teológus azt mondom, ez az ember teremtettségével Istentől kapott adomány számunkra, és ennek alapján ismerjük fel a rendet, a szépséget, az igazat, a jót, végül is magát, az Istent. De tehát nagyon fontos, hogy mi belevigyük a gyermekek nevelésébe, a tanításba az etikát és az erkölcstant, ami hit alapján áll. Este volt egy műsor a valamelyik televízió csatornán, és a roma kérdés, a cigány kérdés merült fel, ami óriási gond ebben az országban. És azok az emberek, akikről én úgy tudom, hogy hát nem különösebben hívő emberek, keresztények, azok is megállapították azt, hogy itt a vallási nevelés a leghatékonyabb eszköz arra, hogy a cigányságot fölemeljük, azokat a konfliktusokat, amik az ő életformájukat kísérik, megoldjuk. Nem csak a többségi és a kisebbségi társadalom között, hanem önmagukban is, hiszen mindenki tudja azt, hogy féktelen indulatokkal egymást is tudják nem csak hogy gyűlölni, hanem megölni is. Na most eljutnak erre a szintre, hogy igen, a vallásnak óriási szerepe van ezeknek a szocializálásába. Hát ezek után azt hiszem, hogy senki nem meri azt mondani, hogyha rájövünk arra, hogy nagy szerepe van a hitnek és az erkölcsi nevelésnek, hogy a béke világnapi üzenetében a pápa az ifjúság békére neveléséről szólt. Egyébként hadd mondjam el, Hoffmann Rózsa, államtitkár asszony, megküldette ezt az iskoláknak, ezt a körlevelet. Fölháborodás lett némely iskolában ebből. Ez sérti a világnézeti semlegességet. De ha valami sintoista vallás küldte volna, én állítom, hogy senki nem horkant volna föl. De mivel egy keresztény gyökerű országban vagyunk, és valaki keresztény elvek alapján akar segíteni, az már kérem, sérti a világnézeti semlegességet. Most tudnunk kell azt, hogy a béke világnapja az ugye a 60-as években kezdődött a katolikus egyházban, és ezt január 1-jére tették, ugyanis hát akkoron a hidegháború végeztével, vagy még talán tartott is, azt mondta 6. Pál pápa, hogy az egész emberiség számára ebben az esztendőben, amit mindenki el tud fogadni, aki a jobbik énjét követi, hát a legfontosabb az, hogy béke legyen. Mert ha nincs béke, háborúság van, az a legrosszabb. És az a 6. Pál mondja ezt, aki elment az ENSZ-be előtte egy évvel, és így kezdte, hogy soha többi háborút. Mert a háborúban nem lehet semmit megoldani. Ott a győztes is vesztes. Na már most elkezdődött a béke világnapoknak évenkéti ünneplése, és ehhez kapcsolódóan a pápák, különösen ugye hosszú ideig egyházat vezető, II. János Pál pápa adott ki béke világnapi üzeneteket és körleveleket. 1979-től én össze is gyűjtöttem, hogy milyen témakörökben, hát ilyeneket írt a pápa, ahhoz, hogy elérjük a békét tanítani kell. Az igazság hatalma a béke. Szolgáljuk a békét a szabadság tiszteletben tartásával. A béke Isten ajándéka, amit ránk bízott. Párbeszéddel a békért, ez korunk kihívása. Új szívvel születik meg a béke. A béke és a fiatalok együtt haladnak. Csak egy béke van, határok nélkül, északon, délen, keleten, nyugaton. Ezt mondja akkor, amikor még a világrendszer kettős volt, emlékszünk még rá.
Fejlődés és szolidaritás a két kulcs a békéhez. A vallásszabadság a béke feltétele. A béke megvalósítása a kisebbségek tiszteletben tartásával. Béke a Teremtő Istennel, béke az egész teremtett világgal. Ha békét akarsz, tarts tiszteletben minden ember lelkiismeretét. A hívek közösségében a béke megteremtésért. Ha békét akarsz, segítsd a szegényeket. Nem úgy, mint a római közmondás mondta, hogy civis pacem para bellum. Ha békét akarsz, készülj a háborúra. Hanem segítsd a szegényeket. Mert ugye a szegénység, a szociális feszültség okozza aztán sokszor az, hogy elindulnak hatalmas tömegek, és az éhes ember, az, ha kell, törzúz azért, hogy fönn tudja tartani az életét. Tehát, aztán a család teremt meg a nagy emberi család békéjét. Tanárok és a béke, ezt ugye a 80-es évek tájékán mondta. A gyermekek igazi jövője a béke, a megbocsátás és béke kapcsolata. Az igazságszolgáltatás mindenki számára hozza el a békét. Az emberi jogok tisztelet az igazi béke. Béke a földön az embereknek, akiket Isten szeret. Ugye ez a karácsonyi üzenetnek. Mi katolikusok úgy mondjuk, hogy dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön a jó akarat embereknek. A protestáns testvérek a Bibliának egy szó szerinti változatához kötik magukat, hogy béke azoknak, akiket Isten szeret. Márpedig Isten mindenkit szeret. A kultúrák közötti párbeszédet, a szeretet civilizációját, a béke teremti meg. Nincs béke igazságosság nélkül, nincs igazságosság megbocsátás nélkül. Ez annyira mi társadalmunkhoz szól. Ugye, tehát érezzük azt, hogy hiány vagyunk az igazságosságnak, de ugyanakkor azt is, hogy nincs megbocsátás, mert ugyanakkor nem volt bűnbánat sem. Pacem in terris, békét a földnek, állandó elkötelezettség. Időszerű elkötelezettség a béke tanítása. Béke jóval legyőzni a gonoszt. Az igazi igazság a béke alapja. Az emberi személy a béke szíve. Az emberi család a közösségi békének alapja. Küzdelem a szegénység leküzdésére, a béke létrehozásáért. A teremtés védelme a béke, ez most roppant időszerűvé vált, hiszen látjuk azt, hogy világunkban a fönntartható fejlődés az már nem áll meg, mert a ökológiai lábnyomunk sokkal nagyobb, mint amit a világ elbírna, és ebből is óriási gondok lesznek, a vízé, a jó levegő, mindenért majd harcolni fognak. A vallásszabadság út a békéhez, és a 12-es, amiben ebben az évben még vagyunk, a fiatalok nevelése igazságosságra és békére. Most hála Istennek azok a fiatalok, akik itt Európában élnek, hát nem éltek háborúban. Tehát mi ahhoz a nemzedékhez tartozunk, még én is, hogy a háború után születtünk, illetve általán a egy forradalomra emlékszünk gyerekkorunkban, de inkább csak a tévéből ismerik a háború valóságát, hogy volt, és valahol egy másik földrészen van háború. Viszont az erőszak azonban mindenki számára ismerős. Bár ugye jelenleg Európában béke van, ugyanakkor az öngyilkos robbantásokról mindenki értesül, amelyben hát fölhívják magukra a figyelmet a különböző követelőzésekkel előálló emberek. Aztán jelen van az iskolában, amiről szóltam, aminek hát itt valamiképpen egyfajta diagnózisát és terápiáját is szeretnék megkeresni. Mert az iskolában, ami korábban nem volt, az egy pár éves jelenségként ott van, az az agresszió, hogy gyermek és gyermek között, tanár és gyerek között, és így tovább, és szülő és tanár között. A körlevél nevelés a békére című fejezetében szó szerint ezt írja. Én most az igazságosságra való nevelésre nem térek ki, mert az újabb fejezet lenne, tehát hogyha ezt a két gondolatot itt részleteiben szeretnénk kifejteni, hát akkor nagyon hosszú időt itt kellene lennünk, tehát igazságosságra és békére nevelés. Ezt mondja a pápa. A béke nem csak a háború hiánya, és nem korlátozható a szemben álló erők egyensúlyának biztosítására. A béke nem érhető el a földön a személyek javainak védelme,
az emberek közötti szabad kommunikáció, a személyek és népek méltóságának tiszteletben tartása és a testvériség álhatatos gyakorlása nélkül. A béke az igazságosság gyümölcse és a szeretet eredménye. A béke elsősorban Isten ajándéka. Mi keresztények hiszünk benne, hogy Krisztus a mi igazi békénk. Ő benne és az ő keresztjében engesztelte ki Isten önmagával a világot, és ezzel rombolta le azokat a gátakat, amelyek elválasztották egymástól az embereket, benne egyetlen szeretetben kiengesztelődő családot alkotunk. Ám a béke nem csupán ajándék, amit elfogadunk, hanem olyan mű is, amit építünk. Ahhoz, hogy valóban békességszerzők legyünk, nevelni kell saját magunkat az együttérzésre, a szolidaritásra, az együttműködésre, a testvériségre, és a tevékenynek kell lennünk a közösségeinken belül. Éberen kell örködnünk, hogy fölébresszük a lelkiismeretet nemzeti és nemzetközi kérdésekben, és hogy belássuk a gazdaság újrafelosztását, a növekedés előmozdítását, a fejlődés érdekében történő együttműködést és a konfliktusok megoldását célzó megfelelő megoldások keresésének fontosságát. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket, mondja Jézus a hegyi beszédben. A mindenkire vonatkozó béke az egyes emberek igazságosságából születik meg, és senki sem kerülheti meg azt az alapvető kötelességet, hogy saját hozzáértésének és felelősségének megfelelően törekedjen az igazság előmozdítására. Különösképpen az eszményekhez mindig ragaszkodó fiatalokhoz fordulok, hogy legyen türelmük és kitartásuk az igazságosság és béke kutatásában, és hogy még akkor is ápolják önmagukban az igazságosság és igazság iránti elkötelezettségüket, ha ez áldozatokat követel, és szemben kell haladni az árral. Ennyit fontosnak tartottam, hogy legalább a körlevélből szó szerint felolvassak, mert ez egy hosszabb körlevél, de hát amiről szólunk, hát annak legyen meg ez a verbális pontos idézése is. Na most, ha szabad legyen itt különbséget tennem, a pacifizmus és a keresztények békéje között. A pacifizmus az különösen a 19. századnak, vagy a 20. századnak az a szellem irányzata volt, hogy mindegy, hogy minden áron, de béke legyen. Ugye? Gondolok itt arra, őszi rózsás forradalom, nem akarok katonát látni, mondták, mert mi pacifisták vagyunk, ugye? Károly és Lindler is, most kicsit elmegyek, mi lett a következménye? Ők nem voltak pacifisták, ott állt a magyar hadsereg, fölbontották, bejöttek, és szörnyű nagy csapás lett miatta. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy minden áron, sőt azt sem mondjuk, hogy nincs jogunk az önvédelemhez, ezt sem mondjuk. Hanem azt mondjuk, hogy az Isten ajándéka a béke, mert az az emberi szívben van, de azért nekünk is fáradoznunk kell, ugyanis az az ajándék, amit Isten ad, az a legfőbb javaknak egyik megvalósítási forrása, amit már az Ószövetség is vallott a Sálomban, a békében, a rend nyugalmában, amiben minden benne van, ami az ember javát szolgálja. Tehát itt Szentatyánk említi azt, hogy ez a hegyi beszédben található mondás, ez egy feladat. Boldogok a békességesek, ők Isten fiainak hivatnak majd. Itt a Szentírás fordításában mindig vannak különböző változatok. Ennek az eredeti szó szerinti fordításában, az eirénoponoiban az van benne a békesség szerzők. Mert valahogy a nyelvérzékem azt mondja, hogy boldog a békességes, hát az olyan ember, aki nem árt senkinek, aztán a békesség, és úgy olyan természetű, hogy soha föl nem fortyan, a vérmérséklete is olyan nagyon lagymatag, halvérű, hát a békességes ember. Nem! Békesség szerzőről van szó, ami például lehet egy nagyon erőszakos ember is, aki átalakul az Isten kegyelmének folyamán. Tehát itt különbséget kell tennünk, és hát, hogy mi a béke, megkérdezhetnénk, Ágoston és Bőtis ezt már jól meghatározta, azt mondták, hogy a rendnek a nyugalma. Ott van béke, ahol rend van, na most, hát itt a rend Istennel, lelkiismeretemmel, másik emberrel kapcsolatosan kell, hogy meglegyek. Jézus hallgatósága körében a béke szó az mindennapos volt, hát hiszen úgy köszöntek, hogy Shalom.
Hát most is úgy köszönnek a zsidók, hogy Shalom, mi több a béke városa, Jerusalem. Ugye paradox módon soha nem a béke városa, hanem nagy harcok városa már jó ideje. És hát Jézusról úgy jövendőltek a proféták, hogy ő fogja hozni el a békét számunkra. A béke fejedelme lesz. Hát most már látnunk kell azt, hogy nem föltétlen a háború mentességet, hanem azt a lelkiismereti nyugalmat hozza el a benne hívőknek és követőknek, amit elérhetünk. És az Isten fiai kifejezés, hogy ők Isten fiainak fogják hívni, ez különösen a zsidó liturgia fényében érthető. Meg volt egy zsidó hittudós, nemrégiben halt meg, jól ismert az új szövetséget is, Cornelius a Lapide, az a 16. században élt. Ez Pinkász a Lapide, aki azt mondta, hogy az Isten fiai szó az a héber liturgiában is benne van, mert mindazokat, akik Isten valamely tulajdonságát utánozzák és megvalósítják, olyanok, mint a Isten fiai lennének. És ezért, mivel az Isten adja a békét, aki a békességet megvalósítja, az lesz majd Isten fia. És hát Jézus születésekor is zengedezik az angyalok, hogy béke, aztán Jézus első szava a föltámadás után az, hogy béke veletek, sőt azt mondja, hogy békét hagyok rátok, de nem olyat hagyok rátok, mint a világ, mert a világa, amit előbb is idéztem, ugye Vegetius Renatusnak, hadtudományi írónak a mondását, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúra. Ez ma is így van. Hát a fegyverkezésre mérhetetlen összegeket költünk el. Tehát azt mindenki tudja, olvastam egyszer egy tanulmányt, ami Quincy Wright nevű írónak a tanulmányát, hogy az emberiség utolsó 4000 évébe még 50 évig se volt béke. Tehát amikor nem jegyezték föl, az nem jelenti azt, hogy nem volt háború, de akkor nem jegyezték föl, hogy nagy harcok lettek volna. Tehát örökké harcol az emberiség, tehát a világ béké az pedig az, hogy na hát akkor a fegyvereket azt még hatékonyabbá tegyük. És hát itt egy óriási fejlődés volt még az egyházban is, és a 23. János pápa volt az, éppen a hidegháború napjaiban, mert tudjuk azt, hogy kis híja, hogy ki nem tört a kubai válság idején a harmadik világháború, ami még pusztítóbb lett volna, mert atomfegyverek ütköztek volna egybe, össze, akkor adta ki a Pacem in Terris című enciklikáját, békét a földnek, hogy térjetek már észhez, emberek, hiszen ha mostani háborút robbantatok ki, az már nem olyan lesz, mint az előzők voltak. Totális pusztulást fog hozni, és ő itt hivatkozott az ENSZ 48-as kartájára is, és ami új volt, amit a pápa mondott, azt mondta, hogy a béke új neve legyen a dialógus. Hát ehhez vissza kell mennünk abba a korba, amikor egyik oldalon álltak a masszív kommunisták, a másik oldalon meg a masszív kapitalisták. És ezek kölcsönösen gyűlölték egymást, és hát ha visszaemlékszünk azokra a filmhíradókra, meg azokra az újságcikkekre, ott jó szót egymásról nem mondtak. Na most erre mondta a pápa, hogy próbáljunk meg leülni, és keressük a dialógust. Először azt keressük egymással, egymás közt, ami összeköt bennünket. Ne azt, ami szétválasz. Szóval ez egy óriási dolog volt akkoriban, és hát ezt a II. Vatikáni zsinat, aminek éppen 50. évfordulója megkezdésére emlékezünk, a Gaudium et Spes, az Öröm és Remény című konstitúciójában, ami az egyház a mai világban tanítást adja elénk, az pontosan ezt mondja, hogy személyi elkötelezettségünk és társadalmi elkötelezettségeink vannak önmagunk, mások gondolkodásának, érzésvilágának az átalakítására van szükség is. Különösen olyanokra vonatkozik ez, akik a gyermekekkel, ifjúsággal foglalkoznak. Tehát vannak dolgok, amit ha valaki nem tanul meg gyerekkorába, ha csak Isten kegyelme el nem változtat, át nem formálja őt, még hatékonyabban abba az irányba fog menni. Hát ilyen például az agresszív természet, ezt maga a Rasburg Jenő magyarázza, hogy az állati agresszió és az emberi agresszió között az a különbség,
hogy az állati agresszió az egy vele született képessége az állatnak. Ahhoz, hogy létfenntartásban megmaradjon, ugye? Tehát van a létharc, és vannak állatok, amelyek agresszív természetűek a mi szemszögünkből nézve. És soha nem lehet mondjuk egy harcias nyulat kitenyészteni. Ugye? Na most az emberi agresszió az nem ilyen. Vannak bennünk különböző dühök és megnyilvánulások, de elsősorban tanulásnak a következménye. Tehát tanuljuk részben azt, hogy hogyan kell szelíddé válni, és ugyanakkor látjuk azt, hogy hogyan leszünk agresszívvá. Hát ilyen menedzsernők szokták mondani, amikor rádöbbennek arra, hogy az életvitelük mi, hogy mondja, olyan harcias lettem, mint üzletkötő, hogy az már szörnyű. Mondja, mert fölvettem azt a viselkedési mintát, ami ebben a világban. Hát figyeljük meg, beütetnek egy politikust, meg három ilyen kérdező ember, nem lehet két mondatot meghallani, mert mindig egymás szavába vágnak. És önekik le kell győzni a másikat, és nem szabad meghallgatni, mert mondja. Tehát verbális agresszióval dolgoznak az el, és ezt tanulták. Ezt a viselkedési mintát, hogy nekünk erre nagyon oda kell figyelni, és hát ugye az önfegyelmezésre. A legerősebb szenvedély a gyűrölet, a bosszú, ennek megfékezése, ugye, ha megbocsátással is társul, akkor a legtöbb feszültséget levezeti. Itt ebben a kis tanulmányban én két nagy nevelőt, Kalazanci Szent Józsefet és Boszkó Szent Jánost idézem. Kalazanci Szent József a katolikus iskoláknak a fő védőszentje, most ünnepeltük a piaristáknál. Ő az első népiskolákat, ingyenes iskolákat létesítette, és nagyon-nagyon hatékony eredményt tudott elérni, hát gondoljuk meg, összeszedte Róma külvárosában lévő csavargó gyerekeket. És azáltal, hogy műveltséget adott nekik, keresztény hitre vezette őket, egészen más emberek kerültek ki az iskoláiból, mint annak előtte voltak. Ugyanilyen volt Don Boszkó Szent János is, aki ilyen ipari tanulók között hatékonyan tudott dolgozni. Hát volt olyan, hogy kikérte a gyerekeket még a büntetőintézetből is, hogy engedjék el, ő majd elviszi őket egy sétára, meg beszélget velük. A rendőrparancsnok azt mondta, hogy gondolja? Azt mondja, figyelj meg, hogy visszahozom őket. Mert azt mondja, amikor mi visszük, akkor ha nem állunk a tütlegekkel, ezek elszaladnak. Vissza fogom őket hozni. És akkor mondta, hogy két módon lehet gyereket nevenni. Botta, és ő ezt mondta oltári szentséggel, hogy tágabbá tegyem ezt a megállapítását, tehát hittel. Tehát vallási neveléssel lehet nevelni. És hát az ő írásaikból hozok egy-egy szemelvényt, amit nagyon tanulságos elolvas, mert azt gondolná az ember, hogy ó, az egyik 400 éve írt, a másik 200 éve, hát ezeknek mi mondani valója lehet a mai világhoz. Hogyha azt vesszük ugyanakkor, hogy az emberi természet azért nagyjából egészéből ugyanaz, és hogy hogy álltak hozzá a fiatalokhoz, hát már a Hammurabi törvénykönyvébe, aztán Platónnál, meg Shakespeare-nél is eléggé keményen bírálják a fiatalokat, hogy mindig rosszabbak, tehát valamiképpen ugyanazt halljuk vissza azokból is, mint most. Tehát gyakorlatilag ugyanaz volt a képlet. Tehát van nekik mondani valójuk a mai idők számára, és hát ezt a gondolatot, hogy hogyan lehet békességesebbé tenni az iskolát, a környezetünket, azt ők egészen jól meg tudták valósítani, hiszen ők nem az iskolának, ahogy szoktak mondani a latinban, non scholae sed vitae dissimus, nem az iskolának tanulunk, hanem az életnek. Az a dráma pedagógiai konferencia, amiről szót ejtettem, eljutott arra a végső bölcsességre, hogy valójában az iskolai agresszió tükrözi a társadalom állapotát. Tehát, hogyha mi akarunk valamit változtatni az iskolán, akkor nem csak az iskolán kell változtatni, hanem az egész társadalmon. Akkor mondanám a politikus urakon, a médiákon, a különböző cégek vezetőinek a viselkedésére, mindenre oda lehetne figyelni, akkor várhatunk változást. Na most a békességre nevelésben pedig még van egy másik boldog mondása Jézusnak, ami nagyon összetartozik a szelídség. Boldogok a szelídek, mert tövék lesz a föld. Most a zsidók számára ez annyit jelentett, hogy ők szelídek lesznek, akkor övék lesz majd a Kánoánnak a földje.
Jézus ezt transponálta arra, hogy az üdvösség, az Isten országának a földje. És hogyha belehelyezzük abba a szövegösszefüggésbe, ahol Jézus ezt elmondja, ott a hegyi beszédnek az egyik forró pontjához jutunk el. Mert Jézus eljut egészen az ellenség szeretetig, eljut a megbocsájtás legfelső fokáig, ami erkölcsi tekintetben fölülmúlhatatlan. Tehát azt überelni nem lehet, hogy valaki még az ellenségeinek is megbocsát, Jézus erre azt mondja, hogy ez isteni tulajdonság. Legyetek olyanok, mint mennyei atyátok, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra egyaránt, és ez a gondolat, ahol fölvetődik komolyan a világba, az mind visszamegy Jézusra. Ma valaki mondhatná, hogy ott volt a Mahatma Gandhi, aki ugyanezt a gondolatot képviselte, ő maga leírja az élet rajzában, hogy ő olvasta a hegyi beszédet, és azt mondja, itt a megoldás. Ja, egykori filmes földolgozása hozta is, amikor ott a Dél-Afrikába utazott a vonaton, és akkor olvasta a Bibliát, itt a megoldás. Ami benne, hogy rejtetten élt, az kifejeződött a Jézusi tanításban. Tehát onnét vette, és ez már egészen messzire vezetne, hiszen itt a háború kérdését, meg sok-sok erőszakosságot is föl kellene sorolnunk, hogy azt kell, hogy kell megmondani. Egy bizonyos. Jézus nem azt mondja, hogy nekünk semmiféle védelmünk nem lehet, és semmiféle megoldás nincs a konfliktusra, csak az, hogy mi jól megveretjük magunkat. Mert az arc odatartását, ha kapsz egy pofont jobbra, akkor tartsd oda a másik orcádat is, mert a köntös odaadása, ez kép. Kép arra, hogy milyen radikálisan kell követni a szelídséget, mert amikor a poroszló pofon vágta, akkor nem azt mondta, még egy másikat is adjál. Ha rosszul szóltam, bizonyíts be. Ha nem, akkor miért ütsz engem? Tehát nem azt mondja, hogy nincs jogvédelme a keresztény embernek. Ezek jó észbe tartható nagy képek, hogy meddig el kell menni a radikalitásba. Ugyanakkor maga Jézus azt is mondja, hogy hát ti legyetek olyan okosak, mint a kígyók. Ugye, és hát a egyszerűek, szeldeknek galambok. Tehát sose avatták szenté az ősegyházba azokat az embereket, akik keresték azt, hogy őket megöljék. Hanem így Mórus Szent Tamás elment addig, ameddig el lehetett menni. Amikor már nem lehetett tovább menni, amikor már erkölcsi értékeket sértett volna az ő megalkuvás, abban a pillanatban vállalta a vértanúságot. Tehát ezt mondja Jézus, és hát itt a szelídség megvalósítása, ez olyan feladat, ami a békességet elősegíti, és amire a gyerekeket nevelni kell. Én szoktam azt mondani, amikor még tanítottam gyerekeket, hogy már csak azért se verekedjé, mert nincs olyan erős gyerek, akitől ne lenne erősebb. Előbb-utóbb megverik, ezt meg lehet figyelni. Jó, lehet, hogy a szelíd gyereket is azért egyszer-kétszer életében bántalmazták, de az agresszív gyereket rendszeresen. Tehát még ilyen szempontból is, hogy ha valaki elkerüli és szelíd magatartást mutat, az a végeredményt illetően sokkal kevesebb támadásnak van kitéve, mint az, aki örökké verekszik. Na most nekünk ugye az iskolában is nagy gondot jelent, hogy lehet fegyelmet tartani. Hát biztos, hogy fegyelmet kell tartani úgy, hogy nagyon fölkészülünk az órára, mert általában a fölkészült tanárnak jobban odafigyelnek a gyerekek. Szóval nem kell mindent szóvá tenni. Aztán néha egy humoros dologgal föl lehet oldani. Ugye annak idején, mikor voltak olyan gyerekek, hogy mindig belebeszéltek az órába. És akkor mondanak, ide figyelj. A okos gyerek tudja, hogy nem beszélünk bele az órába, az előadásba, az összes többinek meg van tiltva. Ha te okos gyerek vagy, akkor nem szólsz bele. Ugye, maga valami hülyeséget csinált a gyerek, és akkor humorosan mondtuk nekik, hogy mit tegyenek. És aztán, hogy kerüljék el, hát az a gyerek, amelyik este a akciófilmekkel fekszik le, ezt nézi. Hát magába szív, és azt hiszi, hogy ez a való világ. Ugye? Tehát ez most már mindennapi dolog, hogy lelő valakit, egy kamaszkorú gyerek, és azt mondja, hát én azt hittem, hogy filmben vagyok. Tehát, hogy ezt már Loyola és Szent Ignác észrevettek egyébként, katonatiszt volt, és nagyon harcos ember volt, hogy amikor bekerült a kórházba, ha ilyen lovagregényeket olvasott, akkor mindig ökölbe szorult a keze,
és roppant, ilyen hősi tettekre vágyott, és akkor elfogta őt a nagy indulat. Amikor olvasta a szentek életét, meg a Bibliát, akkor úgy megnyugodott. Hát ebből az kitetszik, hogy nem mindegy az, hogy mit olvas. Főként, hogy mit néz meg az ember. Mert azt most már tudjuk, hogy tudom én, nem tudom mennyi ezer gyilkossággal találkoznak élőben, a gyerekek látják a televízióban, de ha még ennek tetteiben ilyen filmeket néz, hát akkor igencsak agresszívá válik, és hát ő a mindennapjaiba is beleviszi. És hát erre nevelni, ez egy nagy feladat, és egy nagy áldássá válhat az idők folyamán. Most, hogy az a békesség, amit Jézus hozott, az megvalósult-e, föl lehetne tenni a kérdést, és valamit meg lehet-e érni belőle? A világban háborúság van. Az ellen szinte semmit sem tudunk tenni, ugyanakkor a léleknek lehet békéje. És éppen Chesterton mondja Jézusról, hogy ő soha nem veszítette lelkének derűjét. Minden megpróbáltatáson keresztül ment, de lelkének derűjét nem veszítette el, hogy akkor is tudott bízni az atyába és szeretetébe. Volt egy pillanat, mikor úgy abba is megrendült, de utána atyám kezedbe ajánlom lelkemet. És így második János Pál pápa, akit merénylette, megsebesítettek, és sok mindent megért életébe, azt mondja a vége, hogy lelkem derűs. Tehát akkor valami mégiscsak megvalósul már itt a földön, abból a békességből, amit Jézus mondott, és amire nekünk nevelni kell a fiatalokat, a békességre és a szelídségre, mert a szelídség az a békéhez vezető út. És ilyen formán valóban egy nagy áldás. És főként a példánk és magatartásunk az sok mindent elárul, úgyhogy azt leolvassák a fiatalok, hogy mi hogyan reagálunk, hogyan szólunk, hogyan beszélünk, ugyanis már Jakab apostol megállapította, hogy a nyelv olyan, mint a tűzzel telt világ. Mert a nyelven lehet építeni, lehet rombolni, lehet az embereket hergelni, agresszívvá tenni, de ugyanakkor lehet békésebb és szelidebb világot is előkészíteni. Hát én azt kívánom itt a pedagógusoknak, vagy akik azzá lesznek, hogy emberek között vannak, hogy próbálják meg ennek a jézusi békesség szerzésnek útját, módját, mert akkor abban a nagy békében, amit ő mondott, ha nem is teljessége, de részlegesen hát részesülnek, és ehhez Jézus boldogságot fűzött. Köszönöm szépen!